füleseim. Ha valaki keres, magamon kívül vagyok. Palotámban! Én Sára Lovan! Köszönöm! Az a piszok pesgő elbánt velem! Micsoda társaság! Micsoda bűvályos művészre! Azokban van valami, hogy is mondjam, csak olyan... Hogy én egy igazi Márkival mezsgőt ihattam. Micsoda megtisztelteti. Éles angyalom, hadd csukolom meg a kezedet. Ó, Istenem! Olgácskám, te is itt vagy? Te is nyújtsd a kezed. Gyertek ide, éleseim. Én hozzám, de gyorsan. Hát egy ide villamás. Haza! Hogy! Kincseim, virágaim, művések. Márki! Te is itt vagy, gyere hozzám. Hát nyújtsd a kezed. Márki! Hát gyere, Márki! Istenem, de boldog vagyok közöttetek. Micsoda részegítő társaság, micsoda italok. Hogy volt az a dal éjszaka? A felsőnek ez mindig jár, mindig jár, mindig jár. Első felső néven ő császár és király. Ő felséges a helyét. Igen. Istenem, az a piszok! A helyettesem, hogy kitolt velem, hát ez nem betegszik meg, akkor délig maradhatok a herceg estéjén, de minden új év hajnalán a miniszterelnök itt tesz látogatást. Ellenőrzés, ha nem talál itt egy igazgatót se, engem úgy kirúg, hogy a lábam nem éri a földet, mehetek vissza pedagógusnak. Így meg én vagyok, első Frank király. Ott van a trónom. Csak a fejem ne fájna annyira, valószínűleg szűk a korona. Jaj, de ég a pokol! Édes jó Istenem, valamivel eloltom. Mindjárt már. De jó lenne, csucsukálni egy kicsit. Elolvasom a napi lapokat, és aztán szunya. Szeret, nem szeret. Szeret, nem szeret. Jé,
Egy szivar. Fél álomba. Leszokom a dohányzásról. Na, még egy szivar. Ez is alszik. Ez ilyen igazgató! Én nem tudom, én mindig úgy megörülök, megörülök, ha meglátom az igazgatót! Ne kapcsolja azt már! Viszked a tenyerünk, hogy mindig összeüt, én miért nem tudom eltalálni a kezemet? Hadd aludjon szegény, tudják, hogy ki van merülve, magukért dolgozik, már előre! Hadd csücsukáljon szegény! Na de mi van, nem akar csücsukálni? Hm? Akkor meg megint ki lesz bajban a Frost, igaz? Frost, miért nem keltettél föl, miért hagytál csücsük? Én megkérdezem tőle, hogy nem akar-e valamit. Aztán majd vissza az, hogy csücsukál, vagy nem csücsukál vissza az, hogy magán ügye. Csücsú vagy ő-e? Igazgató, kérem! Tisztelet, igazgató! Mi az? Vagyunk. Ha? Arany barátom, Frost. Micsoda? Mit akarsz? Jó, hol vagyok? Ki vagyok? Gató úr, kérem. Mit akarsz? Olyan hirtelen tetszett rászólni, valamit akartam kérdezni az igazgatótól. Nem felejtetted, nem teszik emlékezni, mit akartam kérdezni? Most én tudjam azt. Te tulok! Igazgató úr se tudja, hogy mi milyen hülyék vagyunk, mi? De ne beszélj itt nekem többes számba. Igen, és igazgató, hogy igazgató, milyen hülye? Rock! Te része vagy? Én! Igazgató úr! Te tantorogsz! Na hát, ilyet mondani nekem ennyi év után, hogy én részek? Igazgató, én mindent lehet mondani, lehet, hogy tár ittam. Lehet, hogy tán tolgok, de részek nem vagyok. Szígyen magad! Nézze meg, már kicsit a szeretet. Szabad? Azonnal jelentés kérek, tessék. Mi az újság? Nem tudom, még nem olvastam a ma reggeli lapokat. Mit csinálsz te? Kiöntötted a tintámat? A semmi, de majdnem az enyémet is. Ezt teszem meg. Jelentés kértem, nem pálinkát. Pedig ez mennyivel finomabb. Nem távozz tőlem, te gonosz szellem. Jó. Ahogy akar igazgatónak tiszteletre jelentem, az éjszaka alatt, az éjszakába, az éjszaka leforgása idején. Na, mit teszik szólni? Ne körülményeskedj! Folytasd! Tovább, tovább! Az éjszakába! Hova teszik? Mi az? A 12-es, az Eisenschleim, ez folyton énekel, mint egy kis madár. Ez mindig hívja a párját. Párját? Kit? Az ügyvédet. De én már elintéztem, már üzentem érte. Üzentél? Kivel? Hogy kivel? A 8-askával. Jaj, igaz, ugye olyan aranyos volt, elvállalta. Rossz! Te kieresztetted a 8-ast? Igazgató, kérem, én tisztelem, becsülöm az igazgatót. Én valamilyen szempontból fölnézek az igazgatóra, tessék elismerni. Ez egy bugyuta kérdés volt, nem? Hát, ha nem engedem ki a 8-ast, akkor hogy üzentem volna vele? Hogy merted kiengedni? Ne tessék megijedni, a 8-aska visszaeső. Te szörnyeteg! És? Nem félsz? Én? Ha miért félnék? Ha van nálam revolver. Levolver! Vidd el, ne csinálj! Vidd el innen valahogy azt, amit kárteszel magadba! Magamba? Meg bennem!
Igazgató, kérem, ne tessék megijedni. Hát nincs megtört, ne tessék nézni. Kedd? Szerda? Jaj! Csütörtök, hát mondom! Hát nincs megtöltve! Nincs megtöltve! Nincs megtöltve! Isten, mindjárt befejezem. Mit csináltál velem? Igazgató, kérem. Élünk! Igazgató, engedje meg nekem, hogy feltámadásunk tiszteletére adjon nekem egy puszit. Na, hogy azok! Csak egy puszit! Elünk innen, rossz! Egy puszit! Nem adok, én egyet sem esküszöm neked! Hagyjál engem békében, te! Ha nem adok puszit, slusszat! Nem az? Nem! Akkor lopok! Mit műveltél vele? És pont ma nem borotválkoztam. Csingilingi! Melyik fülem csöng? Ne hülyés! Melyik fülem csöng? Menj oda az ablakhoz, és nézd meg, hogy ki csönged. Igenis, már itt sem vagyok! Már itt sem vagyok! Mit csináltál? Jelentem, valaki kiesett az ablakon, de elfogtam. Mondtam, menj az ablakhoz, nézd meg, ki az! Ja, miért nem teszed mondani a kis ablakhoz? Ha! Jelentem, megszámolom. Ha! Egy hölgy közeleg. Egy hölgy? Egy. Az egyik szőke, a másik picivel magasabb. Jaj, gyorsan, valami kihozanító? De gyorsan. Hölgyeim! Hölgyeim! Igazgatók, ilyen! Hello, magur! Hölgyicám, hangja tündérek! Igazgatók, az istáló kulcsokat! Minek az neked? A hölgyek valami lovakat emlegette. Talán lovagot? Te ökör! Lovagok! Hiába szökött meg, mi megtaláltuk. Valaki pontosan megmagyarázta, hol találjuk. Igen. Nos, eridj innen, hagyj minket magunkra, a hölgyek maradnak. Mind a kettő? Nem lesz pici sok? Ne szemtelenkedtök, tűnjek! A frossz se megye meg. Bocsánat, hölgyek, nekem tárgyalásom van. Igazgató? Frosz, vidd a hölgyeket a cella... a szobámba! De csak a 13-as üres. Hánom is én akkor 13-asba. És ha a hölgyek babonásak? Csinálj velük, amit akarsz! Ja, amit akar... amit akarok, igazgató? Utólag nem lesz baj? Tedd, amit parancsoltam, ne szemtelenkedj! Ez parancsra nem megy. Akkor tedd, amit mondtam! Jó. Megpróbálom, próba szerencse. Jövök már, jövök! A 13-as az ugye egy kényelmes lakosztály. Nagyon kényelmes, jó ülés esik benne. Ó, kérem! Na, gyerünk, kislány! Gyerünk! Édes Schwager cimborám, hát... Mit követtél el, hogy téged is ide csukta? Semmit. Egy őszinte vallomással tartozom. Én nem az vagyok, akinek kiadtam magam, én ennek a fogháznak az igazgatója vagyok. Hülye vicc, de jó! Nem, ez nem tréfa, ez a rideg valóság. Tessék, mindjárt bebizonyítom. Rock! Bilincseld meg a Márki urat! Igen, és mered bilincselve! Bilincselni imádok! A fél családom bilincsbe sütjük!
Szabad a rasszliát! Az előbb még volt keze. Baj van, igazgató úr! Elveszett a keze! Mit akar ez? Semmi, semmi! Eresd el a Márki urat! Mondom, ez csak vicc volt! Ja, vicc! Ez is vicc! Milyen vicc? Sligo vicc! A helyzet az, hogy én sem vagyok Márki. Nem vagy Márki? Hát akkor ki vagy? Ez is, te én vagyok jogerősen elítélve. A nevetséges! Ide figyelj, vagy te vagy valami frenetikus jópofa, vagy én vagyok eszméletlenül részeg. Kérlek éppen, ha hiszed, ha nem, én azért jöttem ide, hogy leüljem a büntetésemet. Igen? Hát nézd, lehet, hogy nem vagy Renard Márki, az biztos, hogy Eisenstein se vagy. Hát miért ne lehetnék én Eisenstein? Hát én azt az alakot saját kezűleg fogtam el tegnap a bál előtt, és tucíztam be ide. És mit csinált? Vacsorált. Vacsorált? És kivel? A feleségével. A feleségemmel? Nem a te feleségeddel, az ő feleségével. Az ő felesége az én feleségem. Hát akkor az asszony leültették bigámiáért. És hol van most az Eisenstein? A 12-esben. Hogy itt micsoda forgalom van. Igazad úr? Mit akarsz? Még egy hölgyem én. Még egy hölgy. Hogy néz ki? Sehogy. Egy ilyen pókhálóval az arc előtt. Fátyol az te hólyag! Fátyol az te hólyag! Ne tegezz! Ó, asszonyom! Hova szalad? Várjon, álljon meg! Bocsáss meg, barátom! Semmi. Ilyen jó még nem ment ez a fogház. Na. Valakit elfogtak a lakásomon, miközben a feleségemnél vacsorált, amíg én itt szenvedtem. Illetve ott. Na várjunk csak.